Daru segítségével emelték ki az árakból az immár üres tartályt a tűzoltók. A katasztrófa védelem által készített felvételeken jól látható, hogy maga a tartály nem sérült a baleset során. A kamion által szállított 22 tonnányi veszélyes anyag több mint 90%-át a múlt héten már sikerült a helyszínen átfejteni. A maradék anyag megsemmisítésére kedden Németországból érkezett a szállító céggel kapcsolatban lévő speciális mentőcsoport, amelynek tagjai a helyszínen építettek fel egy égetőrendszert, ezzel tudták az anyagot megsemmisíteni. A különösen veszélyes etilénoxidot szállító kamion még múlt héten szenvedett balesetet Tuzsérnál. Ilyen típusú baleset eddig még nem csak Magyarországon, hanem Európában sem történt, így a tűzoltóknak a műszaki mentésnél egy különleges protokoll szerint kellett eljárniuk, ami hosszabb időt vett igénybe. Az elhúzódó mentéssel kapcsolatban több alaptalan találgatás is szányra kapott. Különböző rémhírek láttak napvilágot, ugyanakkor ez pont egy a Száhonyi rész egy olyan terület, ahol egyébként 33 veszélyes üzem működik, tehát a lakosok tisztában vannak azzal, hogy nap mint nap akár bekövetkezhet egy ilyen. Mivel itt ugye nem volt szó arról, hogy a tartály megsérült, tehát veszélyes anyag sem került a levegőbe, így mindenképpen a lakosság biztonsága garantált volt, azokat az óvintézkedéseket pedig meg tudtuk tenni, amelyek mondjuk az átfejtés kapcsán keletkeztek. A baleset óta zajló műszaki mentés során a legfontosabb a lakosság védelme és a szállított anyag zárt rendszerből történő biztonságos eltávolítása volt. A munkálatok folyamatos tűzoltói és iparbiztonsági felügyelet mellett zajlottak, és a katasztrófavédelmi mobil labor mindvégig ellenőrző méréseket végzett. Az átfejtés idejére egy 740 méter sugarú biztonsági zónát alakított ki a katasztrófavédelem, az ezen belül tartózkodókat elővigyázatosságból múlt csütörtökön kitelepítették. Ebben az időszakban közüzemi korlátozásuk is voltak egy rövid ideig, ezt követően mindenki visszatérhetett otthonába. A mentés befejeztével pedig a Tuzsér és Komoró közötti útszakasz ismét járható.